és akkor most egészségügyi perceink következnek. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Azt mondta Szegő Péter kint a folyosón nekem, hogyha azért a tükörbe nézek, hogyha túlsúllyal küzdök, nézem meg magam oldalról is. De mondtam, hogy ez a világ legigazságtalanabb dolga. Akkor tükörbe oldalról is. Na mert azért egyébként, mert hogy a fogyás a téma, tehát nem véletlenül. Ez elég aktuális, így van, igen. Hát ez egy jó módszer egyébként, hogy az ember lássam. Szemből jó nézünk ki, aztán ha oldalra fordulunk. Szemből se annyira, de igen, oldalról. Akkor oldalról már lesznek problémák, így van. Most igen. Még időben vagyunk ezzel? Hát ezt nem lehet igazándi boroszkor kezdeni. Tehát ez egy olyan probléma, ami ugye nem egy-két hét alatt megoldható dolog. Kettő, ebből adódóan aztán mindig jön majd egy szezon, amire majd jól fogunk kinézni. A mostani szezon az, hát az már közel van, de mondjuk a közepe vége felé már lehet egészen szépen kinézni, és a következő szezon az meg egészen vállalható távolságban van, úgyhogy soha se késő elkezdeni ezt a testsúlycsökkentést. Az hogy van, hogy az ember azt érzi, legalábbis én mondok egy konkrét példát, amikor mi itt műsort vezetünk, utána isteni reggeliket szoktunk enni a büfében. És én tényleg azt érzem, hogy egy hét után az a reggeli az már ott van, mert én ugye kétszer reggelizem. És hogy van az, hogy az ember sokkal nehezebben adja le időben is azt, amit nem tudom, 5 nap alatt szed föl. Ez csak egy ilyen érzés, vagy? Érzés, persze. A leadás sebessége az pontosan ugyanolyan gyors tud lenni, mint a felvételnek a sebessége. Csak a felvételt azt azért ritkábban veszük észre. A leadás meg általában úgy működik, hogy a kóda kell figyelni, szenvedünk, és az már kellemetlen. Tényleg ugyanolyan gyorsan, ugyanaz van. Hát jó, megy le. Vannak olyan extrém esetek, amikor gyorsabban tud följönni, mint ahogy leadjuk. De általában, hogyha az átlagos fogyásokat nézzük, akkor az körülbelül olyan ütemben megy fölfelé, ahogy azt le is tudjuk adni. Csak még egyszer mondom, amíg fölszedni kellemes dolog, addig leadni az esetek jó részébe kellemetlen, de nem kell, hogy az legyen, mert van olyan módszer, amivel kellemessé lehet tenni ezt az egészet. És például ez a modern body weight, aminek van, a rövidítéssel takarja ezt a módszert, ez miben más, vagy miben könnyebb, vagy elviselhetőbb? Hát ugye az a helyzet, hogy ez mindenkinek személyre szabottan kerül összeállításra, és tulajdonképpen bárhol hozzáférhető maga a rendszer, ahol tudunk internet hozzáféréssel okos eszközt futtatni. Tehát akár táblagépen, akár laptopon, számítógépen, okostelefonon, mindenhol. Most egy okostelefon az mindig mindenkinek a zsebében van, tehát akármikor elő lehet ezt húzni, és mindig lehet rá támaszkodni. Ugye a módszer lényege tulajdonképpen az, hogy mindenki kap személyre szabottan egy olyan diétás forgatókönyvet, ami úgy van összeállítva, hogy fehérje, szénhidrát, zsíradék és egyéb bevitelek szempontjából egyensúlyban legyen, és olyan elosztásban és olyan mennyiségben kapja meg az illető ezt a diétát, hogy emellett éhes nem lesz, viszont garantáltan fogyni fog tőle. Maga a rendszer egyébként nem új, tehát ezt azért a dietetikusok nagyon-nagyon régóta csinálják és használják, de az MBV program keretein belül egy olyan szoftveres támogatást tudunk nyújtani, ami az eddig csak szakemberek számára hozzáférhető módszert, az tulajdonképpen bárki számára hozzáférhetővé teszi. De a csomó ember elmondja, hogy mindig a kaján múlik állítólag, ugye 70%-a... 90, igen. Yeah. Nem, nincs kibúvó, nincs csoda. Ezt már szerintem kitalálják az orvosok, hogy sokkolják az embereket. Az Emiliával ugye, jó, ő annyira nem tud jól főzni, mondjuk, mint én, de... Ne szépítsük, én nem tudok főzni, legyünk őszinték. Köszönöm. Ugye? Jó, igen. Köszönöm. Ugye a lényeg az, hogy ő azért szokta nézni néha, amikor posztolgatom a képet, tényleg szeretek enni, de ezzel nem vagyok egyedül. Meg, hogy hol követjük? Eszik. Este az szeretek mindegy, enni. Az mindegy. Most ne rólam beszéljünk, de hol követi el a legtöbb ember a kajálásban a hibát? A saját példámat tudom hozni, ugye mindenki azt gondolja magáról, hogy ő nem eszik annyira sokat, hogy ennyire túlsúlyosnak kéne lennie. A rossz hír az, hogy de. Tehát itt ezt pontot tehetünk a mondat végére. Ha visszanézi az ember, hogy én miket műveltem korábban, akkor lehet látni, hogy mondjuk egy ilyen 10 évvel ezelőtt körülbelül hát egy ilyen 22-23 kilóval voltam több, és megvoltam róla győződve én is, hogy pont annyit eszek, hogy ilyen súlyosnak nem kéne legyek. Aha. Aztán elkezdtem mérni és számolni, és kiderült, hogy a harmadával ettem többet ahhoz képest, mint ami indokolt lett volna. Csak az embernek beáll ez a szint. Uh-huh.
Na most ettől elrugaszkodni, ez úgy önjáróan nem megy, mert általában az a hiba, hogy túlságosan nagyot szorítunk meg ezen az egészen, és válik kellemetlenné és tarthatatlanná az egész. Abban a pillanatban, hogy nem megszorítjuk a diétát, hanem racionalizáljuk azt, tehát tényleg azt mondjuk, hogy egy alapsúlyt meghatározunk, egy ideális súlyt meghatározunk, ahhoz mérten beállítunk egy energiabevételt, és erre illesztetten adunk egy olyan diétás sort, ami könnyen tartható, ami változatos, ami élvezetes, és ami mellett nem lesz éhes az illető, akkor hosszú távon tényleg havonta egy ilyen másfél-két-két és fél kilóval megindul a fogyás. Na most, hát ezt szoktam mondani, hogy akinek a másfél-két kiló kevés, az menjen be a henteshez, kérjen másfél kiló szalonnát, és akkor meg fog döbbenni, mert ki fognak rakni elé egy akkora tömb szalonnát, amikor hát az életben nem tudott még csak elképzelni sem. És az megy le egy hónap alatt. Jó, mondta, azért nem csak zsírt, fogjunk csak le. Hát, hogyha ha jól csinálja az ember, akkor inkább zsír. Így van, pontosan. Hát általában az a probléma, hogy hát, ha nagyon megszorítjuk a dolgot, és eszetlenül állunk neki a diétának, akkor valóban akkor izmot fogunk. Akkor alapvetően ennek a módszernek a kalóriaszámlálása lényege? Nem, ez sokkal bonyolultabb ennél. A kalóriát az kiszámolta a gép, azzal nem kell foglalkozni. Ez erre illesztetten ad olyan recepteket, napi menüket tulajdonképpen, ahol megvan határozva, hogy mi a reggel, 10 óra az ebéd, az ugyan. Hogy nekem kell megcsinálni. Így van. Tehát nincs kifőzde, meg nincs csoda turmix, meg nincsen semmi, amit lehetne egy alkalmazni. Ezt össze kell rakni, ezeket a menüket. A gép egyébként nagyon, nagyon sok ponton segít és támogatja ezt az egészet, tehát nem egy bonyolult dolog tulajdonképpen, aki ebbe belevágott, azok közül nagyon kevesen panaszkodnak arra, hogy bonyolultnak érzi ezt az egészet, meg nagy megterhelésnek érzi ezt az egészet. Van, amit nem lehet enni, vagy inkább nem. A mérték a lényeg? Nem, mindent lehet. Ebben a programokban olyanok is megvannak engedve, mint csokoládé, meg... De meddig? Mikor együnk utoljára? Nincs megszabva. Ez a poén. Itt alapvetően napszakkielosztás nincsen. Akkor eszi az ember az adott ételeket, amikor neki jól esik, vagy ideje van rá. Ételeket, étkezéseket össze lehet vonni, szét lehet választani, tehát lehet vele variálni nyugodtan. Én szívesen kipróbálom, komolyan mondom. De ha nem fog működni, akkor bemondom a tévébe. Jó. Megegyeztünk, oké. Nem láttam még olyat, hogy valaki ne fogyott volna vele. Hát, ha ebbe valaki beleáll, és tényleg ezt csinálja, és nem veri át a rendszert, mert azért meg lehet hekkelni tekintve, hogyha nem azt teszem, amit mond, akkor meghekkeltem, de akkor tulajdonképpen saját magamat csaptam be, akkor ez működik. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, doktor úr. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.